A Kárpát Express mai első állomásán, Székelyföldön hagyományos farsangi népszokásokat ismerhetünk meg, majd a 100 évvel ezelőtti pozsonyi sortűz áldozataira emlékezünk. Innen Kárpátaljára megyünk, ahol felújított magyar műemlékeket látogatunk meg, utunk végén pedig visszatérünk Székelyföldre, de ezúttal kutyaszánnal. Tartsanak velünk! Székelyföld és Barcaság találkozásánál Apácán járunk. Ahogy itt nevezik, az első tulus, azaz a legfiatalabb résztvevő portájáról indul a színes farsang temető forgatag. A lányviseletbe öltözött fiúk és a férfinak tetsző fiatal legények, hogy a falu rendjét egy kicsit a visszájára fordítsák. Azért nevezzük őket tulusoknak, mert bundasapkát viselnek, régebb pedig azokat a fiúkat vitték ősszel katonának. Bármennyire is tulusok, azaz tollasok, a már megkonfirmált legények, a farsang szervezés teljes egészében az ő feladatuk. Csak Apácán vannak ilyen tulusok, máshát nincsenek, a kóborszákárát és ilyesmiket mi készítsük elé, és utána levő bált. A farsangi menet sorrendje mindig ugyanaz. A fúvós zenekar mögött a tulusok jönnek, majd a menyasszony, a vőlegény, a lánynak öltözött fiúk párjaikkal és hatalmas kolompolással, csörömpöléssel a láncra fűzött medvék. Harangokkal, meg a kinézetünkkel, meg a megnyilvánulásainkkal próbáljuk elégyeszteni egy kicsit a telet. A menet végéről a kéregetők sem hiányozhatnak. A zajos színes csapat a helyiek és a látogatók kíséretében végigvonul a falu fő utcáin, és közben begyűjtik az esti mulatságra való tojást és pénzt. Az evangélikus Apáca szomszédságában az unitárius Űrmösön is ragaszkodnak a farsangi hagyományokhoz. Már napokkal a felvonulás előtt nagy a készülődés. Veres Róbert lányszerepre készül. A labdarúgást kedvelő ifjúnál jól megfér egymás mellett a focilabda és a székelyruha. Róbertet egyenesen két rendruhába öltöztetik, hiszen a székelyharisnya fölé szőttes rokoját és kötényt is adnak rá. Na meg lájbit, és nem is akármilyent. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az első fiúnokám először ül lóhátra, és fel tudja venni ezt, amit a székelyruhát, amit az én nagymamám készít. Több nemzedék távlatából Űrmösön nem csak a ruha, hanem a szabályok is öröklődnek. A páromtól fiatalabb vagyok, ezért az a szokás, hogy aki fiatalabb, azt tölti be a lány szerepét, és ha jól tudom, az egész farsangon is én vagyok a legfiatalabb. Ez már a farsangi felvonulás. A legtöbb portán szívesen látják és kínálják a felvonulókat, a lovasok házánál pedig szinte kötelező a vendégfogadás. A menetet irányító vőfély után közvetlenül a menyasszony és a vőlegény ül a lovon. Természetesen a menyasszony is fiú, de a vőlegény sem lehet akárki. Azért léptem én a vőlegény, mert én kerültem sorra, mert korszerint menjünk, és a legnagyobbak ülnek legelő, és a legkisebbek leghátul. A papilak minden évben nyitott kapukkal várja a farsangolókat, ahol a felvonulók megpihennek, a kíváncsiskodók pedig még a lovakra is felülhetnek egy-egy fotó erejéig. A hagyományok is arra tanítanak minket, hogy vannak bizonyos szabályok a közösségben, amit be kell tartani. Azt hiszem, hogy ezeket a szabályokat lassan elfelejtettük, és ez szükség van az emlékeztetésre, és ugyanakkor arra is, hogy itt is, a templom körül, az egyház körül is fontos az, hogy közösségbe vágyódjunk és közösségbe tudjunk élni. Ezt vallják a résztvevők, és azok is, akik időközben elköltöztek a faluból, de minden évben igyekeznek eljönni. Hát ez egy nagyon szép ünnep, s a hagyományokat is meg akarjuk őrizni, mert ez pontosan úgy hozzánk tartozik a nyelvünkhez és a nemzetünkhez, mint bármi. A falu központjában a menet a magyar és a székely himnusz akkordjaira tiszteleg, majd következik a felvonulás egyik fénypontja, a nádzsuppos szekér és a telet szimbolizáló két szalmabábú lángra lobban. A bábukkal együtt az űrmösiek a virradatig tartó mulatság előtt szimbolikusan ugyan, de előzik az idei telet is. 100 évvel ezelőtt lőttek a fegyvertelen magyar tüntetők közé Pozsonyban a felvidéket elfoglaló csehszlovákok. Nem sokára az áldozatokra emlékezünk.